A forduló előtt második helyen álló nyíregyháziak azzal a céllal utaztak az Éllovas fővárosi vízművek otthonába, hogy megszerezzék harmadik idegenbeli győzelmüket a szezonban. A nyitókörben Szlovenszky Tibor 632 fával, mint később kiderült, a meccs legjobb eredményét érte el, de a folytatásban a hazaiak egyre jobban belelendültek, és végül 3505 fát ütve 6-2-re legyőzték a 3320 fáig jutó vendégeket. Jobbak voltak a hazaiak, most először kirukkoltak egy fantasztikusan jó teljesítménnyel, elérték a 3500 fát, és azt lehet mondani, ahhoz, hogy egy hazai csapatot meg lehessen verni, akkor a hazaiaknak gyengébb teljesítményt kell nyújtani, míg a vendégeknek kimagaslót kell teljesíteni. Ez most nem így volt. Abszolút fordítva volt, a hazaiak kimagaslót teljesítettek, azonban mi csapatfából úgy gondolom egy erős közepeset hoztunk összességében, viszont a Szlovenszky Tibor teljesítménye az mindenképpen említést érdemelt, ugyanis 632 fával messze a legjobbja volt az egész mérkőzésnek, és ennek ellenére sem tudtuk ezt kihasználni sajnos. 9 fordulót követően a 15 pontos vízművek áll az NB1 keleti csoportjának élén, megelőzve a 13 pontos Szegvát és a 12 pontos Nyíregyházát. Egyáltalán nem kerültünk lépéshátrányba, ugyanis ez nem egy bekalkulált, győzni kell mérkőzés volt, hanem itt ki lehetett kapni tisztességesen. Ez végül is azt lehet mondani, hogy így is alakult, ugyanis 6-2 arányban győzött a fővárosi vízművek ellenünk. Egyáltalán nem szakadunk még le a tabellán tőlük, ugyan még 3 pontra vagyunk lemaradva, de hozzáteszem, hogy egy mérkőzéssel mi kevesebbet játszottunk, illetve még a visszavágó hátra van, így a vesztett pontok tekintetében az első helyezett fővárosi vízművek előtt vagyunk jelenleg, de majd ez a tabella azt lehet mondani, hogy majd a tavasz legvégére fog igazán kikristályosodni. Vasárnap egy, azt lehet mondani, könnyedebb hazai mérkőzés vár ránk, a fővárosi gázművek csapata látogat el Nyíregyházára. Nem is emlékszem, hogy találkoztunk-e valaha ezzel a csapattal itt a mi pályánkon, ugyanis mint feljutó csapatként fogadjuk őket először Nyíregyházán. Úgy gondolom, hogy egy 6-2-7-1 arányú nagyobb csapatfa különbségű győzelem elvárható a miénktől. A Nyíregyházi Teke Klub fővárosi gázművek mérkőzés vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődik a Városi Stadion Teke csarnokában.